Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Megalakult a Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Tolna értékei is bemutatkoztak a Váromegye rendezvényen. 27. alkalommal rendezték meg a mözsi fogadhajtó versenyt. Két fontos fellépésre is próbálnak az ifjúsági fúvós zenekar tagjai. A közelmúltban hozta létre Tolnaváros önkormányzata a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoportot. Herczig Lászlóné, az egyesület elnökének elmondása szerint céljaik között szerepel a tudatos klímavédelem, illetve a csoport szeretné elérni, hogy Tolna egy barátságos, egészséges levegőjű, élhető város legyen, ahol az emberek jól érzik magukat. A zöld felületek, parkok, mérséklő, kiegyenlítő hatást gyakorolnak a városi klímára, tisztítják, frissítik, kondicionálják a levegőt. Emellett a zöld területek javítják a városképet, jelentős a zajvédelmi szerepük, és pozitívan hatnak az egészségre. Összességében elmondható, hogy meghatározó tényezői a városi életminőségnek. Ezért egy településen minél több zöld felületre van szükség. Ezt a nem kis feladatot tűzte ki céljául a tavaly év végén megalakult Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Polgármester asszony felkérésére vállaltam el a feladatot. Akkor, amikor a munkacsoportot összeállítottam, akkor igyekeztem arra törekedni, hogy képviselje a frakciókat is, képviselje Mözstelepülés részt is, és legyenek benne olyan szakemberek, akik a végrehajtás során segítségünkre tudnak lenni. Amikor a csoport létrejött, akkor gyakorlatilag a munkát még nem tudtuk elkezdeni, hiszen tél volt. De minden esetre, amikor megalakultunk, akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk először a várost bejárni, és megnézni, hogy melyek azok a részek, melyek azok a város szépsége szempontjából fontos helyek, amire kiemelt figyelem kell, hogy irányuljék, hiszen a városba látogatók számára nem mindegy, hogy a településre érve milyen környezettel találkoznak. Aztán a másik, ami rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyben élünk, az a növényeken túl milyen épített felépítményekkel rendelkezik, és ezek a felépítmények milyen állapotban vannak. A csoport szakmai tanácsadója többek között Bauer József, a Telena Kft. Igazgatója. Továbbá a cég dolgozói hajtják végre az elvégezendő feladatokat. Aztán Mercel György, aki azt gondolom, hogy a tolnaiak és a mözsiek előtt nem ismeretlen, hiszen óriási szaktudással bír a növények világában, és feltétlenül szerettük volna, ha Vég Mária is belekerül ebbe a csoportba, hiszen ő hosszú éveken keresztül az egyik virágboltot irányította, és ha valakinek van rálátása a virágokra, azoknak az életére, akkor szintén azt gondolom, hogy az az ember, akinek a véleményére érdemes odafigyelni. A csoport célja többek között a parkok, fás területek gondozottságának növelése a város területén, és hogy Tolna barátságos, egészséges, levegőjű, élhető település legyen, ahol az emberek jól érzik magukat. Tulajdonképpen a bejárás során az első helyszín, ahol egyfajta átrendezés megtörtént, az a Festetics utca 1, Tolna Textil átelembe, egy háromszög alakú füves terület, amely egy meglehetősen elvadult képet mutatott akkor, amikor éppen láttuk. Ennek a területnek az elsimítása megtörtént, füvesítése megtörtént, és kapott néhány növényt is már. Ez volt az első. Aztán az épített környezetnél végigjártuk a buszmegállót, a főpályaudvart és annak környékét. Ott felvetettünk néhány dolgot, hogy mi az, amit változtatni kellene, mi az, ami hiányos. Ilyen volt mondjuk a buszmegállónak, ez egy plexi buszmegálló, annak egy eleme eltört, azt természetesen eltávolították, árajánlatot már kértünk rá, és feltehetően rövid időn belül az is megoldódik, illetve ott nagyon előregettek már a padok, ezeknek a padoknak a felcsiszolása megtörtént, és az átfestése is megtörtént. Aztán, ha tovább megyünk, és eljövünk ide a főtérre,
akkor itt arra próbáltunk figyelni, hogy egy kicsikét a virágoknak az összeállításán változtassunk, próbáljunk meg egyféle kis szigeteket kialakítani, egyfajta színkompozíciót létrehozni, hogy egy kicsikét vidámabb, színesebb legyen a tér. Aztán ilyen ötletek is felmerültek, hogy egy hőmérséklet kijelzős óra nagyon klassz lenne itt a téren, vagy ugyanez a buszmegállónál. Azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, és szintén egy szükséges foltja a városnak. Városból kifele tartva az úgynevezett kápolnánál felfedeztünk a Klinkertégra kerítésen két kiálló vasoszlopot, és arra gondoltunk, hogy hát ne hagyjuk azt úgy, hanem kerüljön rá egy hirdetőtábla. Az elnök azt mondja, fontos az elvégzett munka fenntarthatóságának biztosítása a társadalmi szereplőkkel, intézményekkel. A társadalmi beágyazottsággal kapcsolatban esetlegesen meg fogjuk majd keresni a boltok, üzletek vezetőit, hogy az üzletek előtti virágosítást hogyan lehetne elindítani, vagy mi adna hozzá több kedvet, vagy van erre nekik egyáltalán lehetőségük, hogy ezeket gondozzák. Illetve láttunk olyan üzleteket, amelyek magántulajdonban vannak, és a terület nem városi terület, tehát nem mi gondozzuk, kicsit elhanyagoltabb. Ezeket az üzleteket is megpróbáljuk megkeresni, és itt kell törni az agyunkat, hogy esetleg valamiféle pályázatokkal, akciókkal lehetne ezt a kedvet fokozni. A városlakókat illetően pedig most hirdettük meg a Gondos Gazda Virágos Sporta pályázatot, amely május hónap 31-éig történő pályázati lehetőséget tartalmazott. Ezt családi házak és társasházak részére írtuk ki. Családi házak esetében a ház eleje, ház környezete, a házban lévő kert és annak virágosítása. Társasházak esetében erkélyek, esetlegesen a lépcsőháznak a díszítése, illetve a társasház előtti résznek a gondozása, illetve annak önkéntes felvállalása szerepelt. Az első helyezettek 50 ezer forintot, a második helyezettek 30 ezer forintot, és a harmadik helyezettek 20 ezer forintot fognak kapni, illetve egy kis táblácskát a Gondos Gazda Virágos Sporta elnevezéssel, melyet a házukra felhelyezhetnek, és szeptemberben lesz ennek az eredményhirdetése, és nagy szeretettel várjuk majd a pályázókat egy ünnepi testületi ülés keretében arra, hogy átvegyék a díjaikat. A közelmúltban tudósítottunk arról, hogy újabb 4 értéket emelt be a Tolnai Értéktár Bizottsága az eddigi Lajstromba vett értékek sorába. A város mindig is büszke volt azokra a hagyományaira, melyek meghatározták Tolna múltját, és ismertté tették az országban, vagy éppen a világban. A Tolna megyei önkormányzat által szervezett értéknapon a város ismét népszerűsítette önmagát. A Mária Kápolna, Mözsi Szabó István életművéről kiadott könyv, a tolnai halászok története és a tolnai név. Ezek a legújabbak azok közül az értékek közül, melyet a Tolnai Értéktár Bizottság legutóbbi határozatával beemelt a város értékeinek Lajstromába. A megyei értéktárt bizottságok közül a tolnai az egyik legaktívabb. Komoly háttérrel és egyre bővülő létszámmal dolgoznak, akik segítik a kutatási-feltárási munkákat. Berta Zoltán alpolgármester szerint az, hogy a hagyományaihoz folyamatosan visszanyúlik a település, és azokat időről időre a közösség elé tárja, kiemelkedően fontos. Vannak olyanok, amiket már különböző okoknál fogva részben elfeledtünk. Lehet ez olyan, mint például a Dunának a használata, itt látjuk a bárkákat ringatózni mellettünk. Most is van egy bárkánk, de ugye ez csak mint jelkép van jelen Tolna életében. De korábbi évszázadokban ez a gazdaságnak egy komoly alapja volt, a Dunán való kereskedelem, a Dunán való halászat. Viszont vannak olyan dolgaink, amik a mindennapjainkban ugyanúgy mind a mai napig jelen vannak, az öltözködésbe kevésbé, de mondjuk az étkezésben,
emlékeinkben, a hagyományőrzésben, a különböző ünnepek megtartásában, a hozzá kapcsolódó gasztronómiában jelen vannak ezek a dolgok. Ezért is született meg annak idején, jó néhány évvel ezelőtt a tolnai receptkönyv, amiben a tolnai mözsi helyben szokásos, használt, főzött, sütött ételeket jelenítjük meg. Ez nem azt jelenti, hogy mind tolnai vagy mözsi eredetű, hanem az azt jelenti, hogy elődeink, őseink, és gyakorlatilag mind a mai napig mi is ezeket a recepteket használjuk, ünnepnapokon, hétköznapokon ezeket az ételeket fogyasztjuk. Az értékek összegyűjtése és gondozása nem működhet másképpen, csak közösségi összefogással. És a megyei értéknap kiállítása is ezt példázza. Eljött gyakorlatilag a közös önkormányzati hivatalunk dolgozóival együtt jöttünk. Egy több mint 20 fős csapattal képviselteti magát Tolna. Kollégák folyamatosan járják más települések sátrait, pavilonjait. Egyrészt ugye helyi értékeinket próbálják propagálni, másrészt pedig megismerkedünk más települések hagyományaival, ételeivel és kiváló boraival. Az már közismert, hogy az értékek nem csak arra valóak, hogy elmondhassa egy település magáról, milyen hagyományok szerint élték az elődök életüket, hanem jelentős városmarketing hatással is bír. Elég csak arra gondolni, ha valaki Tolnára látogat, biztosan látni szeretné a habánykerámiát, vagy enni egy hamisítatlan tolnai halászlevet, esetleg csak üldögélni a Holták partján, mely sok halásztörténet tudója. Az Értéktár Bizottság munkáját egyrészt azzal próbáljuk segíteni, hogy különböző rendezvényeken meg tudnak, mint például most itt Váralján meg tudnak jelenni az értéktárhoz, az értékeinkhez kapcsolódó kiadványok. Itt a mögöttem lévő pavilonban ezek megtalálhatók. A mindennapokban gyakorlatilag ugye egy értéktárbizottság működik a településen, rendszeresen üléseznek, szedik össze évről évre azokat az értékeket, amelyek ezek tolnai értéktárba bekerülnek. Ami viszont egy következő lépés, hogy ez fizikai értelemben is egy helyen együtt állandó jelleggel meg tudjuk jeleníteni. Ez a következő időszak egyik feladata, hogy ezeknek az értékeknek találjunk egy megfelelő helyet, egy megfelelő formát, ahol mi tolnaiak, mözsiek, de bárki, aki hozzánk látogat, ezzel meg tud ismerkedni. Ha nem is helytörténeti múzeum, de mindenféleképpen egy olyan gyűjtemény, amely jelenünkhöz, múltunkhoz kapcsolódik. Most rövid reklám következik, majd Mözsre látogatunk, ahol a hagyományos fogadhajtó verseny zajlott, immár 27. alkalommal. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Huszonhét éve annak, hogy Tolna Mözsön találkoztak a fogadhajtók. Az azóta eltelt időben nagyon sokat változott a sportág, volt, hogy arról beszéltek, egyre fogy a hajtók száma, de ma már ismét népszerűvé válik ez a sportág a fiatalok körében. Legjobb példa erre, hogy a versenyt megelőzően 9-en is vizsgáztak hajtási engedélyért. Az idei viadal a főbíró szerint abszolút beleillik a C-kategóriás versenyek országos trendjébe,
indulók számában és a versenyzők felkészültségében egyaránt. A mezsi lovaslapok afféle népünnepének számítanak a településen. Több mint negyed évszázada annak, hogy a helyi egyesület először hirdette meg a versenyt. Idén is az ország számos pontjáról érkeztek fogatok, így a szervezők elégedettek voltak az indulók létszámával. Jelenleg itt vagyunk a 27. Tolnamezsi lovasnapokon, 31 darab versenyzővel a második versenynapon, mivel a tegnapi napon rajtengedélyvizsgára került sor, és 9 versenyző sikeresen teljesítette a rajtengedélyvizsgát, a mai napon pedig 31 fogat van 3 kategóriában, plusz még a vadászhajtás indulói is adnak további létszámot ennek a mezőnynek, a holnapi napon pedig egyre elismertebb kombinált akadályhajtás, ami egyben látványos is, kerül megrendezésre itt a mezsi lovaspályán. Rájuk is számítunk, tehát a délelőttben 10, a délutánban pedig 26 versenyzőre. Voltak esztendők, amikor a versenyszervezők arra panaszkodtak, egyre fogy azok száma, akik hajlandóak arra áldozni, hogy felülhessenek a bakra. Ez a tendencia az elmúlt évek során megfordult, és örvendetes, hogy egyre több fiatal leli örömét a lovasportban, és ebben a kategóriában jelent egyre több versenyzőt is. Nem véletlen, hogy nehéz szabad időpontot találni a megszervezésre, hiszen egymást érik a lovasversenyek. Maga a lovasport is nagyon sokat változott, de maga a fogathajtás is nagyon sokat változott. 1971-től számítjuk az újkori fogathajtó sport kezdetét, amikor is a négyes fogatok részére a militári versenyszabályzat alapján kialakították a 3 napos versenyrendszert, a díjhajtást, maratonhajtást és az akadályhajtást. Az 1980-as évekig a négyes fogatok uralkodtak ebbe a sportba, majd következtek a 2-es fogatok, a 90-es évektől az 1-es fogatok, és a 2000-es évtől pedig a póni és a fiatal hajtók is bekapcsolódtak a versenysportba. Először domináns volt ez a 3 napos versenyszám, ami egy hosszabb felkészülést, edző jelenlétét is képviselte. Majd az utóbbi 10 évben, 15 évben sokkal jobban elfoglaltabbak lettek az emberek, sokkal több idejükkel arra, hogy erre a szórakozásra megteremtsék az anyagi hátteret. Tehát most egy 10 éve ez az egynapos versenyek jöttek divatba. A klasszikus négyes fogatok viadalán részt venni és folyamatosan eredményesen szerepelni nagyon idő és pénzigényes. Ezt hozta meg a 2-esek elődetörését. Főleg ezen az egynapos versenyeken látjuk azt, hogy inkább szaporodott a hajtói létszám, illetve most 2-3 éve lehetőség nyílt az úgynevezett szabadidős kategória, a D-kategória bevezetésére is, ami még lényegesen csökkentett feltételekkel növelni próbálja ezt a fogathajtói létszámot. Én 2002-től a Fiatal Fogathajtók Szövetségi Kapitánya is voltam, illetve hosszú éveken kísérhettem végig ezt a kategóriát, és azt mondhatom, hogy hála a jó Istennek, itt tegnap itt egy rajtengedélyvizsgánk zajlott, ami előfeltétele a versenyzésnek, és hál' Istennek több fiatal hajtót köszönhettünk, akik közül a mai versenyen már részt is vettek néhányan. De én úgy gondolom, hogy a magyar fogathajtás, aminek tradíciója és múltja van, jelene és jövője is kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, és mindenféleképpen ezeken a kisebb versenyeken vissza kell térnünk az eredeti, régi, tradicionális magyar fogathajtáshoz, ami a világon egyedülálló, és 1971-től annyi sok aranyérmet és annyi sok dicsőséget szerzett ennek a szakágnak. A vezetőbíró tapasztalata alapján a mezsi verseny színvonalában megütötte az ebben a kategóriában elvártakat. Azt mondja, bárhol jár az országban, egy-egy ilyen versenyen mindenhol közel azonos szinten vannak felkészülve és felkészítve a fogatok és a hajtók egyaránt. Fülöpné Mátyó Zsuzsanna abszolút fényesen látja a jövőt, hiszen sorra érkeznek a fiatal versenyzők indulási engedélyt szerezni, ami megalapozza a jövő fogathajtó sportjának utánpótlását.
Nyáron is folyamatosan próbálnak a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai. Nem csak azért, mert július közepén a spanyolországi Valenciába utaznak egy nemzetközi versenyre, hanem azért is, mert most vasárnap Tolnán adnak jótékonysági koncertet. Nem mindennapi feladatot oldanak meg hétről hétre a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai. Az együttes ugyanis egyszerre készül két fontos fellépésre is. Az egyik most vasárnap délután 6 órakor kezdődik a tolnai Lovardában. Ez egy jótékonysági koncert lesz, amit a helyi Caritásszal közösen szerveznek a tagok. A cél, hogy a jegybevételekből az ukrajnai háború menekültjeit segítsék. A másik fellépés pedig az, amit már több mint 2 éve várnak a fiatalok. A spanyolországi Valenciába kaptak ugyanis meghívást egy versenyre, amire nagyon készülnek, nem véletlenül, eddig ugyanis a koronavírus járvány miatt nem volt esélyük az utazásra. Hát őszintén mondhatom, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a többiekkel együtt egyébként. Nekem ez az első ilyen külföldi utam lesz a tolnai ifjúsági fúvószenekarral, ami versenyszerű lesz, tehát tényleg egy versenyre megyünk el ma Spanyolországba. Hát óriási élményekkel fogunk szerintem gazdagodni attól függetlenül, hogy milyen eredményeket érünk majd el, de nyilván szeretnénk magunkból kihozni a legjobbat. Nagyon-nagyon várom, és szerintem hatalmas buli lesz a zenekarnak, és nagyon jó lesz a közönségünknek is, hogy egy ilyen helyen láthatnak majd minket. Nem Robi az egyetlen a zenekarban, aki most repül majd először. Ennek kapcsán egyébként érdemes megemlíteni, hogy komoly logisztikai előkészítést igényel egy ekkora zenekar és a hangszereik utaztatása. Nagyon izgatott vagyok, és egyre jobban várom, hogy menjünk Valenciába. Életem első repülése lesz, úgyhogy eléggé izgulok, hogy milyen lesz, és hogy fog sikerülni ez az egész szereplés ott. Nem repültem én sem, és nem jártam még Valenciában, meg nagyon keveset vagyok mostanában a zenekarral, az iskola miatt főleg, és emiatt is nagyon várom. A fiatalok egészen elszántak már, ami a valenciai versenyen való szereplésüket illeti. Elég sok felkészüléssel, egyénivel is, meg zenekar szinten is sokat próbálunk, amikor csak lehet. És mindenki várja, mindenki nagyon izgatott, de én úgy érzem, hogy meg fogjuk nyerni. Hát sokkal inkább bennünk van a versenyszellem, ami nagyon hajtja szerintem a zenekart előre, és nagyon jót tesz nekünk. Meg így az én szólamomban egy nagyon jó összekovácsolódási lehetőség volt ez, hogy kottanyomtatás, közös felkészülés, besegítés, akik mondjuk újak jönnek nekik, ebben segített nekünk. Hát kemény a munka, az biztos. Most nagyjából 2 hetente tartunk vasárnaponként próbákat, és ezért ez még mindig nem elég alkalom igazából arra, hogy felkészüljön az ember egy ilyen versenyre. Gyakorlatilag soha nem elég. Tehát ez egy olyan dolog, hogy soha nem elég, mindig egyre többet akarna ezzel még dolgozni az ember. Szóval a próbák azok kemények, tehát azok nem a buliról szólnak elsősorban, de természetesen inkább a próba előtt, a próba után és a szünetben ott jó a hangulat, és egymással vagyunk. Nem csak a próbákat veszik komolyan a fiatal zenészek, hanem a kinti fellépésre is igazi kihívásként tekintenek. Persze azért az út során Valenciával is meg szeretnének ismerkedni. Hát, jól tudom, akkor már amikor hajnalba fogunk indulni repülővel, tehát én 5 órára Budapesten kell lenni, valamikor délőtt megérkezünk majd, és hát elfoglaljuk a szállást, és mindenképpen szeretnék a városba elmenni majd, amire lehet, hogy első nap nem lesz lehetőség, de nagyon kíváncsi vagyok Valenciára is. Még sosem voltam így külföldön zenélni, főleg ekkora helyen. És ráadásul ugye repülővel megyünk, én még sosem repültem, szóval ez is egy nagy izgalom számomra, de nagyon várom, szerintem nagyon jó buli lesz. Hát az biztos, hogy sokat fogunk zenélni, az elején még izgulunk valószínűleg, hogy jól sikerüljön, aztán utána meg strandolunk, bulizunk, jól érezzük magunkat külföldön. És szerintem nagyon jót fog tenni nekünk ez, hogy újra felléphetünk egy ilyen neves versenyen. A tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai július közepén indulnak a spanyolországi Valenciába, a céljuk pedig, hogy a legjobbként érjenek onnan haza. Előtte viszont most vasárnap Tolnán a Lovardában adnak jótékonysági koncertet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!